a díjakat, amiket itt a filmek készítéséért, a külön díjakat át fogja adni nektek Ugron Ákos Gábor, állami földekért felelős helyettes államtitkár, illetve Békési János kamerával az Erdőért Egyesület, az a Erdész című tévéműsor szerkesztője. Egy az Országos Erdészeti Egyesület jóvoltából összeállított kisebb túracsomaggal szeretnénk kedveskedni a Dobókockák csapatának. Kérném, hogy Molnár Melinda, Kónya Gergely és Csobot László fáradjanak ide. Közelebb kell jönni, vagy mi megyünk. Gratulálok. Ez kis ajándék. Nagyon jó filmetek, nagyon élveztem. Ilyeneket kell csinálni. Meg ne engedjétek a szokványos dolgokat. Egy eredeti legyen, ez a lényeg. Amilyen a ti filmetek, gratulálok, nagyon jó. Köszönjük szépen! És akkor szólítanám az Erdőbe menők csapatát, Görbic Levente, Bácskai Péter és Tokai Kis Bálint. Legjobb része, amikor a bemutatkoztatok a nyíl és csak a lábkeresztnál. Ezt imádom. És arra kérném itt az Erdőbe menők csapatát, hogy ne is menjenek túl messze, hiszen most akkor lássuk a medvét, igaz, hogy azt nálunk csak a budakeszi vadasparkban lehet látni, de végül is hát a 9. helyen ugye megosztott helyezést értek el a fiúk. Itt az Erdőbe menők csapata 245 ponttal a Mi Erdőnk magazin csapatonként, csapattagonként egy éves előfizetésében részesülnek. Szeretettel gratulálunk! És még egy oklevélt is. Következő szintén 9. helyezést ért el a Kossuth kötőjel Észak-Erdő csapat, a Kossuth Lajos Evangélium és Gimnázium Nyíregyházáról Kis Petra, Orosz Réka és Pincés Orsolya. Szintén fejenként egy darab éves Mi Erdőnk előfizetést vehetnek át. Szintén 9. helyezést ért el, de jelenleg nincsen körünkben a Signum Team csapat, szintén 245 ponttal, Rodd Gyula Erdészeti és Faipari Szakképzőiskolából, Sopronból, Böröndi Kristóf, Császár Sándor és Döme Botond távollétükben azért szerintem egy tapsot ők is megérdemelnek. 8. helyen végzett az Erdőjárók csapat 246 ponttal, tehát nagyon szoros volt a különbség. Battyányi Lajos Gimnázium, Nagy Kanizsa, Ciráki Kamilla, Mátyás Flóra és Marton Júlia Kata fejenként szintén egy darab Mi Erdőnk éves előfizetést vehetnek át. Hetedik helyen végzett a Szent Jánosok 1 és Észak-Erdő csapat 249 ponttal, Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakgimnázium Edelény. Molnár Vanessa, Színai Fanni és Vicsics Attila. Attilának pedig tényleg jobbulást kívánunk a törött lábához. 6. helyen végzett az Erdő kerülők csapat 253 ponttal, a Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakközépiskola, Széchenyi István Gimnázium, Szolnok. Nagy Erika, Víg Laura, Szacskó Levente szintén fejenként egy darab Mi Erdőnk magazin éves előfizetést vehetnek át. 5. helyen 254 ponttal végzett a Fa King csapata, az FMASK Mátra Erdészeti Mezőgazdaság és Vadgazdálkodási Szakképzőiskola és Kollégiumából, Mátrafüredről. Kérném Deák Balást, Nerpel Barnabást és Kalina Norbertet, hogy fáradjanak ide, és vegyék át fejenként egy darab éves Mi Erdőnk magazin előfizetésüket. Negyedik helyen pedig a Venatus Nemorum csapata végzett 255 ponttal, Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Kossuth Lajos két tanítási nyelvű műszaki szakgimnáziumból, Kujbus Edvárd, Petrás Dániel és Tar Bence. A
következő helyezés az ugye a harmadik, tehát harmadik helyen végzett az Árnyékák csapata 270 ponttal, Pécsi Szakképzési Centrum Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskolája, Hadra Adél, Jaksics Anita, Megyi Mórec Alexandra, akik fejenként 30 ezer forint értékű Mountex utalványt plusz fejenként egy darab éves Mi Erdőnk magazin előfizetést vehetnek át. Nagy tapsot nekik! Fejenként 50 ezer forint értékű Mountex utalványt és egy darab éves Mi Erdőnk magazin előfizetést vehet át a második helyen végzett Földes 2 Északerdő csapata 276 ponttal Földes Ferenc Gimnázium Miskolcról, és Bóta István, Szmarad Gergely és Németh Dániel urakat kérnénk szépen, hogy fáradjanak ide. Ebből már biztos kijön egy túrabakancs. De fejenként 70 ezer forint értékű Mountex utalványt vehet át az első helyért, valamint egy darab éves Mi Erdőnk magazin előfizetést a Favágók csapata 281 ponttal végeztek. Moson-Magyaróváról jöttek a Kossuth Lajos gimnáziumból Szilágyi, Cintia, Bertalan, Soma és Amtmann Kristóf. Gratulálunk! Köszönjük szépen! És ahogy Lomnici Gergely, az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára említette, nyilván itt a csapatok mögött azért állt egy tanár, szeretnénk, vagy több tanár is, minden esetre most az itt jelenlévő kísérő tanárokat, felkészítő tanárokat szeretnénk megkérni, hogy legyenek szívesek, fáradjanak ide körünkbe, és csapatonként egy tanárt kérnénk meg, hogy fáradjanak ide, hogy megjutalmazhassuk őket is a befektetett munkáért. Hölgyek nyugodtan jöhetnek előre. Bízunk benne, hogy a csomag tartalma segít majd egy kicsit a jövőbeni osztálykirándulások szervezésében is, hiszen az erdőben található összes, majdnem összes szállás megtalálható abban a könyvben, amit magukénak tudhatnak a tisztelt tanár kollégák. Én pedig akkor visszaadnám a szót Lomnici Gergelynek. Köszönjük szépen. Öröm látni, hogy mindenkinél van valami. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a részvételeteket. Köszönöm a kísérőknek, köszönöm a pedagógusoknak, hogy a mai napon is eljöttek ide a Pilis hegyeibe, és hogy azért ne kelljen éjgyomorral hazaindulni, ezért egy ebéddel zárnánk a mai programot. Bízom benne, hogy fogunk néhány csapattal találkozni azon az angol nyelvű vetélkedőn is, a Fiatalok az Európai Erdőkben vetélkedőn, aminek most zárul a jelentkezési időszaka. Hogyha idén nem, akkor jövőre mindenképpen. És kérem, hogy figyeljétek majd azt a értesítést is, tervezzük ennek a vetélkedőnek a folytatását, valószínűleg ősszel tudunk újraindulni, úgyhogy ne lepődjetek meg, hogyha fedeztfel@oe.hu címről újabb levél érkezik majd a postaládátokba. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek a részvételét, köszönöm azt a fiatalos lendületet, amit nekünk is adtatok, és a kürtszó után jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez, amit majd a tőlem jobbra lévő étterem részben szolgálnak fel a kollégák. Köszönöm szépen!